Nyújtsa fel a kezét az, aki tudta, hogy ét csokoládé evéssel is le lehet fogyni. Most, hogyha én bármit látnék, akkor meg tudnám számolni. Ez azért érdekes, mert nagyon nagy vízhangot kapott a hazai és a nemzetközi sajtóban is annak idején ez a hír. Olyan neves lapok számoltak be róla, mint például a német Cosmopolitan vagy az ausztrál Daily Mail. És ki az, aki tudta, hogy a horvát labdarúgó válogatott összes tagja jótékonysági célokra ajánlotta fel a 2018-as foci VB-n szerzett bevételét? Ez volt a 2018-as év, tehát a tavalyi év legtöbb reakciót kapott Facebookos posztja Magyarországon, több tízezer emberhez jutott el. Ami az előző két hírben közös, az az, hogy egyik sem igaz. Az étcsokival történő lefogyás sztoriát, azt egy német televíziós tévéstáb találta ki, pontosan azért, hogy tesztelje az újságírókat, mennyire járnak utána a témának. Létrehoztak egy álkutatóintézetet, kreáltak honlapot nem létező kutatókkal, és az eredményeiket így publikálták. A horvát labdarúgó válogatottról szóló hír, az pedig egy tipikus álhír sémába illeszkedik, korábban már több sportolóról és sztárról is lehetett ilyeneket olvasni, de ettől ez még nem volt igaz. Körbe vagyunk véve álhírekkel, ez a két példa is mutatja. Illetve amikor én a barátaimmal elmegyek sörözni, és kocintani próbálok, akkor mindig van valaki, aki megjegyzi, hogy magyar ember sörrel nem kocint. Miért nem kocint sörrel magyar ember? Azért nem, mert ugye az osztrákok így ünnepelték az aradi vértanúk kivégzését. Tavaly voltam egy nemzetközi konferencián Budapesten, ahol a vendéglátók ezt a történetet mesélték el a külföldi tudósoknak. Csak hogy mi igaz ebből az egészből? Utána járt-e bárki is ennek? Én történelem tanárként tudom mondani, hogy semmi. Se tárgyi, sem írásos, semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy az osztrákok kocintottak arra se, hogy kocintottak arra meg. Pláne nem, hogy ezt sörrel tették. A Debreceni Egyetemen szervezünk egy sör és kultúra nevű kurzust, ami elég népszerű a hallgatók körében. Itt a sörfőzdék képviselői azt mondták, hogy ennek az egésznek az lehet az alapja, hogy véletlenül a boros lobby terjesztette ezt el, azért, hogy visszafogják a sörfogyasztást. De ezek a példák mutatják azt, hogy mennyire körbe vagyunk véve, mindenhol álhírekkel, hiedelmekkel, városi legendákkal. Na de kik azok, akik ezeket terjesztik? Hát elsősorban mi saját magunk. A Massachusetts Institute of Technology végzett egy kutatást, Twitter posztokat elemeztek, és azt mutatták ki, hogy nagyobb valószínűséggel osztották tovább az emberek az álhíreket, mint az igaziakat. Ennek vélhetően az lehet az oka, hogy az álhírek mindig érdekesebbek és izgalmasabbak, gondoljunk csak arra, hogy mi is hogy szeretjük a meséket, mindig izgalmas dolgok történnek, tehát izgalmasabbak, mint a valóság. És kik azok, akik az igazi vírusgazdák, akik nagyüzemi módon osztják ezeket az álhíreket? Nos, ők pontosan a legnagyobb élettapasztalattal rendelkezők, ami szüleink és nagyszüleink. A Princetoni Egyetem és a New Yorki Egyetem közös kutatása azt mutatta ki, hogy a 65 éven felüliek 7-szer annyi álhírt osztottak meg a Facebookon, mint a többi korosztály átlagosan. Ezen hírek terjedését persze az is megkönnyíti, és ez már egy másik kutatás, a Kolumbiai Egyetemnek a kutatása, hogy 10-ből 6 ember elolvasás nélkül osztja tovább az, ami elé kerül az üzenőfalon. Néhány nappal ezelőtt láttam azt, az Instagramot pörgettem, hogy összeverekedett Meghan hercegné, meg Katalin hercegné. Ott volt egy kép is róla. Tényleg verekedtek. De mielőtt továbbosztottam volna, azért rákattintottam, és kiderült, hogy egy fotós kérte fel a két hercegné hasonmásait, hogy játszanak már el egy verekedést, és ezt osztották utána, ebből kreáltak hírt. Tehát óvatosan kell a médiatartalmakhoz viszonyulni. Az álhírek terjedését az is megkönnyíti, hogy a felhasználók nagy része nem nézi azt, hogy mi a hír forrása. És ez korábban még nem volt nagy probléma, tehát gondoljatok bele, 20-30 évvel ezelőtt, már aki ugye élt akkor, ugye volt egy tévé, vagy kettő, volt néhány rádióadás, meg volt egy-két újság, valami helyi lap, meg országos. Tehát tudtuk, hogy honnan jönnek a hírek.
Manapság viszont ez a helyzet drasztikusan megváltozott az internet révén, most már bárki alakíthat honlapot, ami úgy is néz ki külsőre, mint egy megbízható szerkesztőség honlapja. Egy laikus felhasználó nem is biztos, hogy meg tudja különböztetni. Bárki készíthet dokumentumfilmeket, abba azt mond, amit akar, magyar ember sőrrel nem kocint, meg ilyeneket, és az több százezres vagy milliós nézettséget is produkál a YouTube-on. Tehát ma már nem hihetünk el mindent automatikusan, ami elénk kerül a médiában. És akkor most mondhatnám azt, hogy hát kinek higgyünk, nagy nevű, nagy múltú szerkesztőségeknek, de ez sem feltétlenül igaz. A Der Spiegel neve, gondolom, sokaknak ismerősen csenghet, gyönyörű szép német szó, másrészt pedig egy legnagyobb, az egyik legnagyobb múltú és leghitelesebb német szerkesztőség. Az egyik újságírójuk 2018-ban megkapta a legjobb német riporternek járó díjat egy szíriai kisfiúról szóló megható történetért, a CNN-től is díjat kapott. Csak hogy valakinek gyanús lett a sztori, és utána járt. Kiderült, hogy semmi nem volt igaz belőle, az újságíró találta ki a történeteket, a helyszíneket, a szereplőket, és több másik cikkéről is kiderült hasonló. Tehát ez a példa is mutatja, hogy óvatosan kell bánnunk még a mainstream médiában megjelenő tartalmakkal is. De nem csak a médiában vezethetnek minket félre, hanem az élet bármely területén. Én magam is hát nagyon csúnyán megjártam annak azért, hogy hittem egy jó hangzó mesének, és ezért drágán meg is fizettem, hogy elhittem ezt a mesét, és szó szerint drágán, és a mai napig is fizetek érte. Azt történt, hogy a 2000-es évek második felében egy régi kedves ismerősömnek adtam kölcsön 6 millió forintot. Ez az összeg most sem kicsi, akkor meg pláne nem volt kicsi. Ráadásul egy részét a saját megtakarításaimból adtam neki, a nagyobbik részét pedig, hát szörnyű bevallani, de bankkölcsönből fizettem. Számomra annyira hihető volt az, amit ő előadott, hogy használt kávéautomaták felújításával és értékesítésével foglalkozik, hogy én bizony teljesen bevettem a mesét. Majd pedig vártam a szerződésben rögzített határidőre, hogy fizessem. Hát nem fizetett, és azóta sem fizet. Én viszont azóta is fizetem a 25 évre felvett bankkölcsön törlesztő részleteit, és ez a keserű tapasztalat döbbentett rá arra, hogy mennyire fontos az élet minden területén a kritikus gondolkodás és az egészséges mértékű gyanakvás. Ez az elbukott kölcsön egy fordulópontot jelentett. Onnantól kezdve kezdtem el azzal foglalkozni, hogy megmutassam az embereknek, közéleti és politikai újságíróként nyilván azt, hogy hogyan vezethetik őket félre a médiában. Írtam erről egy könyvet, illetve 2008-ban a Debreceni Egyetemen elindíthattam egy saját médiával foglalkozó kurzust a Művelődéstudományi Tanszéken, és ebből nőtt ki aztán a média manipuláció nevű tárgy, amit szabadon felvehető bármely egyetemista számára, és itt konkrét példákkal, gyakorlati példákon keresztül mutatom be nekik, hogy hogyan vezetheti őket félre a média, és hogy miért fontos a kritikus gondolkodás és az egészséges mértékű gyanakvás. És itt a kulcs szó az egészséges mértékűn van, és itt egy történetet szeretnék megosztani. Egy nemzetközi diákcsoportnak tartottam előadást arról, hogy hogyan torzított a média a 2014-15-ös rekordhideg amerikai tél kapcsán. Azt láttuk, hogy hideg rekord dőlt Floridában, hó rekord dőlt Bostonban. És ugye ilyenkor megjelentek azok a hangok, amik ilyenkor lenni szoktak, hogy nincs is itt klímaváltozás, az egész egy politikai kitaláció, egy hitvilág, egy vallás, nem igaz. Mi az, amiben a média felelős volt? Az, hogy csak a látványos dolgokra koncentrált, tehát a hóviharokat mutatta, és nem helyezte a dolgokat összefüggésbe. Tehát nem mutatta be azt, hogy miközben hidegrekordok dőltek az USA keleti részén, a nyugati részén kétszer annyi melegrekord dőlt meg. Nem mutatta meg azt, hogy az északi sark jég kiterjedése rekord alacsony szintet ért el azon a télen. Tehát csak egy szeletét mutatta be a dolgoknak. És megmutattam ennek a nemzetközi diákcsoportnak ezt a térképet, ami azt ábrázolja, ez a NASA térképe a 2014-es évről, hogy hol volt melegebb és hidegebb a Földön. És itt ugye látszik, hogy Észak-Amerika keleti részén valóban jóval hidegebb volt az átlagos, tehát ez nem is kérdés. Viszont egy lengyel diák kérdése megdöbbentett. Ő azt mondta nekem, azt kérdezte, hogy honnan tudom én, hogy ezek az adatok igazak? Honnan tudom én, hogy a NASA nem hazudik, és nem hamisította meg az adatokat? Hát, és ott voltam el az északi sarkon, hogy tényleg olyan alacsony a jég kiterjedése. Hát nem voltam ott, de csak annyit tudtam neki mondani, hogy hát ha ezt elhiszem, hogy befagyott a Niagara, mert azt láttam a hírekben, és közben itt Debrecenben kinéztem az ablakon, és azt láttam, hogy kirügyezett az Orgona már januárban, meg februárban, és
a térképen mind a két adat jól látszik, akkor miért ne hinném el a többit? Viszont ez a kérdés arra világított rá, hogy olyan szinten vagyunk körbevéve álhírekkel és hamis információkkal, hogy ez a gyanakvás mértéke sokaknál már átlépi az egészséges szintet. És azt se hiszük el, ami igaz. A tényeknek sem hiszünk már lassan, legalábbis vannak olyanok. És akkor saját tudósaink visszakereshető adataiban sem hiszünk már, legalábbis az emberek egy csoportja, és akkor ilyenkor jöhetnek azok az elméletek, jönnek a laposföldhívők, meg a klímaváltozástagadók, és ugye láttuk az interneten, bárki bármit feltölthet, tehát most már ilyen akadályok nincsenek. Legutóbb olvastam egy cikket a napokban arról, hogy egyrészt nincs is klímaváltozás, hiába érezzük mi itt a saját bőrünkön, másrészt pedig amúgy is csak természetes folyamatok következménye. Ezzel kapcsolatban csak egy képet szeretnék megmutatni, hogy mennyire csak a természet tehet arról, hogy mi kerül a légkörbe és mi befolyásolja az éghajlatunkat. És mutathatnám azt a képet is, amikor a műanyagzsák szatyor lebeg az óceánon. Tehát lehet a valóságot tagadni, meg építhetünk magunk köré alternatív valóságokat, és tagadhatjuk azt, ami egyébként van, és amit tapasztalunk, és a saját felelősségünket átháríthatjuk a természetre, de ettől függetlenül hosszú távon mindig a valóság győz, és ránk rúgja az ajtót. Én is annak idején építettem magam köré egy ilyen álvalóságot, és nem akartam elhinni, hogy engem átráztak. El akartam hinni azt, hogy tényleg arra költötte a pénzt. Nem voltam én olyan naív, nekem nincs ebben felelősségem, dehogy is nem volt. Aztán utána rám rúgta a valóság az ajtót. Végezetül szeretném nektek elmondani, hogy mik azok a dolgok, amiket én megtanultam ebből az egész mindenből, amit most itt elmondtam. Mi az, amit tehetünk, hogy megvédjük magunkat az álhírek ellen. Az első, legfontosabb szabály, amit én ebből megtanultam, az, hogy mindig gondolkozni kell. Ez az, amit a legtöbben megspórolunk. Nincs időnk rá, pörgetjük a híreket, oly, összeverekedett a hét hercegnő, húra jó, tovább pörgetjük, megosztjuk. A következő ilyen nagyon fontos dolog, amire rájöttem, az, hogy mindig több forrásból kell tájékozódni. Közéleti politikai újságíróként mondom nektek, hogy mindegyik médium torzít valamennyire. Mindenkinek vannak fenntartói, mindenhonnan vannak előírások, hogy hogyan kell tálalni a híreket. Aki csak egy szerkesztőségből tájékozódik, őt úgy brázzák át, úgy vezetik félre az újságírók, ahogy akarják. Ezért kell mindig több forrásból tájékozódni, és magunkra vagyunk utalva. Tehát ne várjuk el az újságírót, hogy megmondják, egy szerkesztőség megmondja nekünk a tutit, az igazságot. Nekünk kell több forrásból összerakni, magunkra vagyunk csak utalva. A következő, amit megtanultam, az, hogy megnézem, hogy mi a forrás. Nem csak az a lényeg, hogy több forrásból, nem mindegy, hogy a CNN-ből származik az a hír, vagy a hírkalap.blogspot.com.net oldalról. Az egyik egy visszakereshető névvel, címmel, fotókkal, szerkesztőséggel, telefonszámmal ellátott sajtóorgánum. Tehát, hogyha valami rosszat írnak, vagy hülyeséget írnak, akkor tudok felelősségre tudom őket vonni, tehát elérhetőek. A Der Spiegelnek a példáján ugye láttuk, hogy ők is torzíthatnak, de ott is kirúgták az újságírót, tehát volt felelősségre vonás. Viszont a másik oldalon ott nincs senki, sötétbe burkolózó szerkesztőség, nincsenek elérhetőségek, nincs e-mail cím, nincs név, mindig gyanús, amikor ilyennel találkozunk. És egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami talán a legnehezebb, az, hogy próbáljunk a saját előítéleteinktől, saját előképzeteinktől elvonatkoztatni. Tehát azért, mert én utálom XY-t, és megjelenik róla egy olyan hír, hogy picsoda szörnyűséget követett el, nem biztos, hogy igaz. Attól, mert én imádom a horvát labdarúgó válogatottat, és megjelenik, hogy hát ők adakoznak, az összes pénzüket odaadják szegényeknek, attól még az nem biztos, hogy igaz. Az álhírek készítői pont ezekre az előítéleteinkre építenek, és pont ezekbe beleilleszkedő híreket mondanak nekünk. Tehát ez a legnehezebb, hogy megszabaduljunk az előítéleteinktől, és van még egy plusz dolog, amitől én szeretnék megszabadulni. Az utóbbi hónapokban magamra szedtem egy pár kilót, ettől is jó lenne megszabadulni, de erre már van egy tuti tippem, amit csinálni fogok. Megyek és eszek egy kis étcsokit. Köszönöm szépen a figyelmet!